Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Elint az interneten olasz mamaként ismerik, olasz férjével és kislányával Torinóban él. Az adásban arról is beszélgetünk, hogy annak ellenére, hogy tudott olaszul, és már gyerekkora óta imádja az országot, mégsem volt egyszerű döntés a kiköltözés. Célja, hogy a magyarok figyelmét ráirányítsa Piemonte tartományra, hisz a csodás táj és kedves emberek mellett a gasztronómia is kihagyhatatlan élményt nyújt. Elén könyvet is írt arról, hogy hogyan lett olasz mama, és úti kalauzt is nyújt az édes élethez, ha téged is érdekel, tarts velem. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Engem Jovai Helénnek hívnak, és Olaszországban élek Torino mellett egy kisvárosban, ahová Budapestről, illetve még azt megelőzően Szegedről fújt a szél. Magamat nem is tudom, hogy hogyan definiáljam, mert eléggé ilyen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, hol IT projektmenedzser vagyok, hol blogger, hol író, hol anya, úgyhogy majd kiderül, hogy melyik az, ami a leginkább domináns. Úgy tudom, hogy több mint 10 éve élsz már Olaszországban, és én olvastam a te első könyvedet, ami a te indulásodról szól, és az ottani letelepedésedről, és abban, mit gondolom, hogy abban, de egyébként úgy nézegettem a blogodat, és valahol írott, hogy ezért nem volt ez olyan egyszerű döntés, mert volt egy stabil munkahelyed, eljártatok a kollégákkal, imádtad a kis budapesti életedet, és amikor eljött a döntés ideje, akkor azért az úgy nehéz volt, erről tudnál-e mesélni, illetve ezt megelőző inkább arról, hogy hogyan ismerted meg a férjedet. Igen, és akkor már le is lőttük a poént, ami annyira nem poén, mert én is, mint az Olaszországban élő magyar nőknek mondjuk a 99%-a úgy kerültem ki, hogy ugye olasz a férjem, akit ilyen Magyarországon ismertem meg, mert ő ott dolgozott. Tehát amikor mi találkoztunk, akkor egyáltalán nem, még nem az volt a jövőkép, hogy én majd Olaszországban fogok élni, inkább az, hogy mi majd Magyarországon folytattuk a kapcsolatunkat, és akkor ott alapítunk családot, meg ott fogunk élni, de hát aztán nyilván a sors az remek forgatókönyvíróként ezt felborította. Igen, és ahogy mondtad, én akkor már Budapesten éltem, akkor már majdnem 10 éve dolgoztam, jó, lehet, hogy nem, 7, oké. Okay. Tehát volt már magam mögött egy valamennyire felépített karrier, volt már saját lakásom, amire éppen már fizettem a lakáshiteleket egy pár éve, úgyhogy ilyen nagyon boldog, ilyen szex és Budapest életnek tűnő életet folytattam, amiben így akkor nem fért bele, én úgy gondoltam azt, hogy én ezt majd a hátam mögött fogom hagyni egyik napról a másikra, és akkor újra elkezdek építkezni külföldön. De aztán úgy alakult, hogy a férjemnek a munkája miatt vissza kellett költözni Olaszországba, és akkor egy ideig folyt ez a húzavona, ide utazgatunk, oda utazgatunk, hétvégén találkozunk havonta, tehát a távkapcsolat, aminek egy ide, utána, aki egy ilyenben él, azt tudja, hogy tehát nincs értelme, dönteni kell, hogy ennek most vagy vége lesz, vagy pedig akkor valakinek lépnie kell, és akkor ki az, aki költözik, hát a lány, most az én esetemben, főleg, mert a férjem már előtt ez Magyarországon, tehát ha úgy veszük, akkor rajtam volt a sor, és így kerültem ki ide 2010 nyarán. Egyáltalán nem volt egyszerű a dolog, tehát egyrészt ugye, amit már mondtam, a karrier, a munka, a biztos háttér, amit feladni marha nehéz, másrészt én egyke vagyok, tehát a szüleim szemben is én ezt ilyen nagyon nagy pszichés teherként, vagy morális teherként éltem meg, hogy úristenek, mennyi mindent tettek értem, és akkor én most fogom a sátorfámat, és egyszerűen elépek. De aztán végül is a kezdeti nehézségek ellenére a sors aztán mondjuk úgy, hogy engem igazolt, tehát hogy így, vagy ha nem is engem igazolt, de hogy megtaláltam a helyem, és itt is ugyanúgy tudok egy boldog, kiegyensúlyozott életet folytatni, és igyekszem magam, bár házasságban élő, de azért ilyen anyagilag, meg karrier szempontjából ilyen független nőként. Említetted, hogy neked volt lelkiismeret furdalásod, a szüleid miatt ők támogattak téged ebben a döntésben, hogy álltak hozzá? Fú, hát ők teljesen elájultak, amikor mondtam, hogy mi a terv. Úgyhogy azt így nem mondanám, hogy támogattak, csak hát gondolták, hogy, vagy hát tudták ők is, hogy ez ellen nem nagyon fognak tudni mit tenni. Úgyhogy egy kezdeti pár hónapos, ilyen nagyon nehéz időszak után azért ők is megbékéltek. Végül a dologgal, amikor már látták, hogy ilyen különösebb bántódásom nem fog esni itt a nagy Itáliában.
Szeretném megérteni, hogy mégis mit éreztél akkor, amikor ez így komolyan felmerült, hogy te Olaszországba költöz, mert én ilyen Olaszország rajongóként vagy imádóként valahogy azt gondolom, hogy én repesnék az örömtől, hogyha egy ilyen lehetőség kínálkozna. Te hogy érezted magad, amikor úgy tényleg már beszéltetek erről komolyan, hogy Olaszországba kéne költözni? Szerettél oda járni, hiszen mondtad, hogy járogattatok már akkor azért oda. Nagyon szerettem Olaszországba járni, meg nekem kiskorom óta a mániám Olaszország. Tehát az első olyan külföldi utam, amikor nem voltak velem a szüleim, az Olaszországba vezetett. Körülbelül 12 éves voltam, és a néptánc csoporttal jöttünk egy olaszországi fesztiválra, és ez bennem óriási nyomot hagyott. Most gondoltad, ez még a rendszerváltás utáni első években volt, amikor tényleg óriási volt a különbség is Olaszország és Magyarország között. Úgyhogy nekem az először láttam a tengert, Rómát, Nápolyt, Ferencét, szóval fantasztikus. Olyannyira beleszerettem az országba, hogy már a gimnáziumi továbbtanulás során is így azt vettem figyelembe, hogy olyan iskolába menjek, ahol én olaszul fogok tudni tanulni, mert hogy ez volt a cél. De akkor még csak így a lárpurlár kedvéért, tehát most nem azért, hogy nyilván 14 éves koromban nem azért, hogy Olaszországba költözek, csak mert így nagyon-nagyon tetszett. Utána a gimnáziumban nyilván az olasz tanulás miatt ilyen csereutak, olyan csereutak, tehát sokat jártunk Olaszországba, volt kapcsolat, megismertem, majd egyetem alatt ez folytatódott, mert egyetemen is nyertem olaszországi ösztöndíjat, és egy évig itt tanultam, tehát így ez ilyen szépen folyamatosan alakult az én kapcsolatom Olaszországgal, és szerintem pont azért is tartottam az Olaszországba költözéstől, mert hogy már elég jól ismertem, nem csak a párom miatt, hanem a saját tapasztalatomból is, és én tudtam, hogy marha jó dolog Olaszországba járni, nyaralni, de hogy azért élni nem feltétlenül egyszerű, és nagyon sok buktató állhat előttem. Tudtam, hogy milyen nehéz a munkaerőpiaci helyzet, hogy egyáltalán nem könnyű állást találni. Tehát nem egy rózsaszín köd rebegett a szemem előtt, amikor a költözést terveztem, hanem sokkal inkább az, hogy hát, hogy itt ilyen valós kockázatok vannak, hogy esetleg mondjuk nem találok magamnak munkát, vagy hogy évekig otthon kell, hogy majd üljek a fenekemem, és majd háziasszony leszek. Szóval én leginkább ettől a részétől tartottam, mert nem lettem volna felkészülve, hogy nekem otthon kelljen ülnöm, és az eltartott feleség szerepében tetszelegni. Na majd erről mesélsz, hogy hogyan zajlott ez az áttelepülés és a munkakeresés, de előbb azt kérdezném, hogy a férjed családja, hogyan fogadott téged? Volt-e bármi előítélet veled kapcsolatban, hogy mondjuk magyar menjük lesz? Valójában az olasz család részéről soha nem tapasztaltam semmilyen negatív előítéletet, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy általában az olaszokról elmondható, hogy sokkal kevésbé előítéletesek, mint például a magyarok. Lehet, hogy ez azért van, mert ők már nagyon régóta hozzá vannak szokva a bevándorlókhoz, tehát ide mindenhonnan érkeznek emberek, hogy nagyon sok albán, román, lengyel, marokkói, tehát ez, ha csak a gyerekemnek az osztályára gondolok, tehát itt szinte mindenki vagy vegyes házasságból születik, vagy külföldön, tehát a szintiszta olaszból van a legkevesebb szerintem. Úgyhogy ők ez eléggé hozzá vannak szokva, és nem ért semmiféle atrocitás vagy negatív előítélet emiatt. Persze azt is hozzá kell tenni a dolog, az, hogy Olaszországon belül nagyon sok szempontból óriási különbségek vannak földrajzi területek között is, a mentalitásban, felfogásban. Úgyhogy azt elmondhatom, hogy itt az észak-nyugati részen, ahol én élek, szerintem nagyon elfogadóak és nagyon befogadóak az emberek. Aztán lehet, hogy ez nem mindenhol van így. Az a döntésedben befolyásolt, hogy Észak-Olaszországba költöztél? Tehát ha mondjuk a párod valami más tartománybeli lett volna, akkor meggondoltad volna jobban, hogy kiköltözöl? Hát lehet, hogy én magam sem érteném meg olyan jól magam mondjuk egy dél-olasszal, mint hogy egy észak-olasszal, tehát nyilván közelebb állunk egymáshoz mentalitásban szerintem. Az a felfogás, meg az az ilyen közhelyi, például a szicíliai férfiakról az emberek fejében, hogy így tényleg legszívesebben magukhoz láncolnák a nőt, és hogy ne menjen soha, meg senki rá se nézzen. Itt azért nem ez van. Úgyhogy szerintem én nem házasodtam volna mondjuk össze egy ilyen hasonló felfogás, déli felfogású férfival. De ha már itt tartunk, tudsz említeni ilyen nagyon markáns kulturális különbséget köztetek? Tehát az olasz férj és magyar feleség között, ami ilyen állandó problémát okoz, vagy meg nem értettséget?
Állandó problémát, meg nem értettséget nem, és mondjuk az én férjem az egy dolog, hogy éjszaka lesz, de szerintem egyébként meg a svájci, vagy német, vagy nem tudom, mert ő borzasztóan precíz, és egyáltalán nem jellemzőek rá azok a közhelyek, amiket az olaszokról általában elszoktak, ez egy nagyon pontos, ő a megbeszélt találkozóra mindig időben odaér, betartja a határidőket, szóval ő nem egy tipikus olasz, de mindemellett azért vannak között különbséget, mert nyilván egy másik kultúrában nevelkedett, és nekem a mai napig, bár 13 éve lakom itt, még nem sikerült levetkőznöm teljesen magamról ezt az állandó stresszelést, amit szerintem én Magyarországról hozok. Tehát, hogy nekem minden stresszfaktor, ha valamit nem kontrollálok, akkor borzasztó, és mi lesz, és nem tudom, katasztrófa. Szeretem, hogyha mindig mindent el tudok intézni. Ő meg nyilván hozzá van ahhoz szokva, hogy Olaszországban vannak olyan dolgok, amik teljesen rajtunk kívül állóak, például, ha el kell menni ügyintézni egy hivatalba, és akkor fel kell vértezni magunkat türelemmel, nyugtatóval, akármivel, és ezen nem szabad idegeskedni. Tehát ezen például ő sem idegeskedik, engem viszont így szét tud vetni az ideg, hogyha valamit nem tudunk elintézni. De ez nem a kettőnk közötti ellentét, hanem egyszerűen csak másképp viszonyulunk például ebben a dolgokhoz. Na és akkor vissza a kezdetekhez. Hogyan indult az ottani életed? Milyen volt az áttelepülés? Ez egyből úgy ment, hogy vitted a cókmókod, és akkor ott maradtál? Vagy azért még hazajárogattál? Hát ez úgy történt, nagyon nem akarodott nekem felmondani a munkahelyemen. Mert mégiscsak az volt a komfortzóna, meg a biztonságos övezet. Úgyhogy, hát ez most rosszul hangzik, mert ugye úgy tűnik, mintha csak ezért, de nem csak ezért, tehát teherbe estem. És akkor ez lett végül a megoldás, hogy hát nem kell felmondani a munkahelyen, hanem majd én el fogok menni Gyesre. Akkor éppen 3 évig tartott Magyarországon a Gyes, Gyed, akármi. És hogyha 3 év alatt nem sikerül nekem itt Olaszországban valamit kialakítani magamnak, akkor visszaköltözünk, vagy elgondolkodunk egy másik alternatív megoldáson, vagy másik helyen, ahol mondjuk mind a ketten boldogulunk. Úgy zajlott, hogy bementem még mondjuk egy pénteki napon a munkahelyemre, és aztán szombaton meg a kis kézi podgyászommal felültem a repülőre, hogy akkor én most távozok, és elmentem Gyesre. Hát már 6 hónapos terhes voltam nagyjából, amikor kiköltöztem, és a lányom körülbelül 1 éves volt, amikor én elkezdtem itt komolyabban állást keresni, és mondjuk 1,5 éves lehetett, amikor találtam is. És akkor elkezdtem dolgozni, és onnantól kezdve már nem volt megállás, meg akkor már fel sem merült az, hogy hazaköltözzünk. Amíg a lányom 1,5 éves lett, abban az időszakban még rengeteget jártam haza. Tehát akkor nem azt mondom, hogy minden hónapban, de hogy évente hazamentem mondjuk 3-4-szer, de úgy, hogy akkor otthon is maradtam, vagy 1,5 hónapig. Tehát azok nagyon gyakoriak és hosszúak voltak azok a tartózkodások, aztán nyilván ezek törvényszerűen elmaradtak. Amíg a gyerek óvodába járt, addig megoldható volt, onnantól kezdve az iskolába jár, ezek egyre nehezebben kivitelezhetők, mert ugye alkalmazkodni kell az ő iskolai szüneteihez is. Munkakeresési tapasztalatodról mesélsz, ha jól értem, akkor fél évig tartott az aktív munkakeresés? Hát fél évig nem volt annyira aktív, de akkor már így küldözgettem az önéletrajzokat. Az a 2010-es év az olasz gazdaságnak az egyik ilyen fekete időszaka volt, még az 2008-ban indult gazdasági válságnak az utolsó pillanatai nyögtük, tehát nagyon nehéz volt bárhol is munkát találni. Én eredetileg jogász vagyok. Nyilván az egyértelmű volt, hogy azzal a végzettséggel itt nem fog tudni semmit kezdeni, mert az elég gyorsan kiderült, hogy gyakorlatilag el kellene végeznem az egész egyetemet újra, és ehhez nem fűlött annyira a fogam. De ezt már tudtam akkor is, amikor én Magyarországon éltem. Tehát egy idő után én a jogi pályá nagyjából elhagytam, és elmentem dolgozni egy multinacionális céghez. Ezt már olyan céllal is, hogy legyen valami, amit én beíratok az önéletrajzomba, és amit így külföldön is tudnak értelmezni. És ez egy jó taktikának is bizonyult egyébként, mert az álláskeresés egyik pontján találtam egy hirdetést egy informatikai cégnél, ahol több nyelven beszélő kollégát kerestek, és az már az olaszoknál eleve egy ilyen nagyon jó kis szűrő, mert az olaszok nagyon rosszul beszélnek idegen nyelveket. És akkor tudtam, hogyha valahol részt találok a pajzson, akkor ez valószínűleg az idegen nyelv ismeret lesz, és akkor beküldtem hozzá az önéletrajzomat, kiderült, hogy ennek a cégnek a legnagyobb ügyfele az a multinacionális cég, ahol én Magyarországon dolgoztam, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy beküldtem az önéletrajzomat, napok kérdése volt, és aláírtuk a szerződést. Szóval az egy ilyen, az egy jó célba talált az a lövés.
Milyen ilyen olasz munkakörnyezetben dolgozni? Hát az elején nagyon szokatlan volt, mert nekik tényleg, hát lassabban működnek a kerekek, lassabb a ritmus. Ugye én folyamatosan hozzá voltam szokva egész életem, hogy állandóan pörögni kell, gyorsan, határidők, nem tudom, csináljad azonnal. Hát itt meg egyáltalán nem erről van szó. Ugye én otthon egy ilyen klasszikus 8-tól 16-30-ig tartó munkaidőben dolgoztam. Olaszországban ez gyakorlatilag ismeretlen, mert ők 9 előtt nem nagyon szeretnek elkezdeni, és 6 előtt nem fejezik be, mert hogy az ebédszünet az 1 órás, mert az 1 órás ebédszünet az jár, és fontos. Én efelett nem, mai napig nem tudok napirendre térni, mert miért nem lehet fél óra alatt megenni egy szendvicset, és akkor inkább menjünk hamarabb haza. De ez például egy ellentét a férjem és én közöttem, mert ő is azt mondja, hogy de hát szükséges, hogy az ember egy órára így kilépjen a munkavilágából. Hát nem tudom, szerintem nem, de inkább kilépnék egy órával hamarabb este. Egyébként munkahelyen dolgozom, az abszolút ilyen nemzetközi közeg, rengeteg külföldi kollégám van, úgyhogy ebben is hasonlít ahhoz a környezethez, ahol én Magyarországon dolgoztam. Szóval sok szempontból nem volt annyira éles a váltás, de tény, hogy lassabbak, többször kell őket emlékeztetni arra, hogy valamit el kell végezni. És hát itt is a kulcs szó, az a türelem, mint úgy általában az olasz élet minden más területén is. Te azóta is ott vagy annál a cégnél? Igen, igen, nyilván azóta már mindenféle pozíciókat váltottam, mert már sokkal jobb pozícióban dolgozom, mint az elején, de ne igen, ott vagyok. Ez is egy ilyen olasz betegség. Ezt abszolút még így fel lehet sorolni, ami a magyar és az olasz munka erőpiaci helyzetet illeti, hogy az olaszok nem szeretik otthagyni a munkahelyüket, tehát még mindig él bennük ez a innen megyek nyugdíjba hozzáállás, de ez azért van egyébként, mert Olaszországban a cégek nem szívesen kötnek határozatlan idejű munkaszerződést senkivel. Abból az okból kifolyólag, hogy nagyon nehéz azt felmondani. Tehát gyakorlatilag, hogyha téged felvesznek határozatlan idejű szerződéssel, akkor onnan alig fog tudni kirobbantani a munkáltató. Tehát hogyha esetleg nem válnál be, vagy nem úgy végeznéd a munkát, ahogy azt ő elvárja. Ezért, hogyha valaki végre határozatlan idejű szerződést kap, mint mondjuk én, akkor az már nagyon nehezen hagyja ott, mert valószínűleg, hogyha elmenne interjúzni, vagy új állást ajánlanának fel neki, akkor az nem ilyen feltételekkel történetet, akkor 3 hónapra, vagy 6 hónapra, vagy 1 évre kapná, és akkor ezt egy idő után már nem biztos, hogy bevállalod, hogy most akkor megint kezdjem újra, és akkor nem tudom, aggódjak, hogy aztán mi lesz, hogyha esetleg 6 hónap után nem hosszabbítják meg. Minden miatt sztrájkolnak az olaszok, és gyakorlatilag ez ilyen nagy cégbulivá szokott változni, és mindenki viszi a finomságokat. Igen, volt ilyen nálunk, és már nem is tudom, hogy miért. De azért hirdette meg a szakszervezet a sztrájkot, mert hogy nem volt elég a ticket restaurant, amit adnak nekünk naponta, tehát hogy ők így legyen több, és ezért harcoltak. Egyébként tiszta szégyenteljes volt szerintem a dolog, mert hogy ez még mindig abban az időszakban volt, amikor Olaszországban elég nagy volt a munkanélküliség, és akkor így örülniük kellett volna, hogy egyáltalán fizetést kapnak, és még azért nem húzta rájuk a redőnyt. Na, és akkor sztrájkolt az egész cég, ami abból állt, hogy nem mentek be az irodába a kollégák, hanem mindenki ott ült a cég előtt, van egy füves rész, és akkor ott így jamboriztak tulajdonképpen egész délelőtt, meg zászlókat lobogtattak, meg gitár, meg Bella Ciao, meg minden, ami kell. Egy picit beszéljünk arról, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy az ember megéljen kényelmesen mostanában ott Észak-Olaszországban, mennyire mentek fel az élelmiszerárak, ugye nálunk nagyon, de hogy te ott mit tapasztalsz, illetve ha esetleg tudsz ilyen albérlet árakat. Szóval, hogyha valaki azt tervezi, hogy oda szeretne költözni, akkor milyen költségekkel számoljon, ez a rövid kérdés. Hát igen, de csak tudod, hogy ez mindig nagyon relatív, mert hogy nyilván mindenkinek mások az igényei, és nyilván, hogyha valaki egyedül költözik, akkor mindig sokkal nagyobb költségvetéssel kell számolni, mint hogyha például ketten vagytok, amikor minden költségen osztozni tudtok. Hát most így, ha Észak-Olaszországot nézzük, igen, az élelmiszerárak azok a tavalyi év során itt is megemelkedtek, nem annyira egyébként, mint Magyarországon. Mondjuk azt, hogy én egy 3 fős családra plusz 2 macskára egy heti bevásárlást, az hát olyan 100 euró körül intézek, úgy, hogy
ez mondjuk nem a diszkontban, hanem egy átlagos szupermarketben történik, mert az van hozzánk egyszerűen a legközelebb, és ebben a vásárlói kosárban minden van, tehát zöldség, gyümölcs, nem tudom, hús, ha úgy alakul, akkor ha, tehát hogy így nem, most nem feltétlenül mindenből az akciósat, vagy a legolcsóbbat választom. Tehát ez mondjuk egy 100, ez mondjuk egy ilyen 100 eurós tétel, hát akkor ugye havonta 400, ezt így elég könnyen ki lehet számolni. Ami az a bérleti árakat illeti, nyilván itt marha nagy különbségek vannak. Nagyváros, kisváros, tengerpart, akármi. Eleve, ezt el kell mondani, hogy Olaszországban nagyon nehéz mostanában albérletet találni, és nagyon sokan óriási akadályokba ütköznek, amikor ide érkeznek, és lakást próbálnak keresni maguknak. Nem bíznak már meg az olasz tulajdonosok nagyon a bérlőkben. Nagyon sok a negatív tapasztalat, hogy esetleg nem fizet, ha nem fizet utána esetleg nehezen tudják kirakni a lakásból, főleg akkor, hogyha kiskorúval élnek együtt, mert ez Olaszországban egy nagyon-nagyon szabályozott, és ezt mondjuk tényleg komolyan veszik a bérleti szerződéseket, tehát mindig mindegyik be van jelentve, fizetik utánuk az adót, és inkább úgy gondolja az olasz tulajdonos is, hogy kevésbé macerás mondjuk Airbnb-re fölrakni a lakását, akkor még ugyanúgy van belőle jövedelme, viszont a kockázat az minimális. És ezért, hogyha mondjuk valaki mégiscsak hosszú távra akarná kiadni a lakását, akkor egyszerűen olyan garanciákat követel a bérlőtől, amivel az vagy nem rendelkezik, mert hogyha rendelkezne, akkor már saját lakásában ülne. Szóval ez egy ilyen nehézkes dolog, de hogyha mondjuk egy átlagos árat akarnék mondani, mondjuk Torinóban tehát egy hálószobában, meg mondjuk egy nappali, hát szerintem ez egy olyan, egy normálisabb környéken, de nem a Rózsadombon, az mondjuk 500 euró környékén, 5-600 euró. Az, ami ilyen reális, onnantól meg felfelé természetesen a csillagos ég a határ. A legnehezebb része a dolognak az, hogy találd meg azt, aki kiadja neked hosszú távra a lakását. Olvastam az oldaladon, hogy célul tűztet ki azt, hogy a magyarokkal jobban megismerteted Piemonte tartomány, mert hogy azt tapasztalt, hogy ez kicsit ilyen fehér folt még a magyaroknak. Hogyan jellemeznéd, vagy hogyan tudnád bemutatni ezt a környéket, ahol te élsz a nagyobbat és a szűkebbet egyaránt? Tehát Torino milyen város? Torino az elképzelésekkel ellentétben nagyon színes, egyáltalán nem szürke, egyáltalán nem iparváros, mert iparvárosok, nem az az iparváros, ami ennek miatt elképzeljük. Olaszország fővárosa volt egyébként az is az olasz egyesítés után, emiatt ugye, itt volt a királyi családnak a székhelye, tehát tele van királyi palotákkal, hatalmas terekkel, rengeteg zöld parkja van, gyönyörű templomok, barokk, tényleg elképesztően szép. Én nagyon hasonlónak tartom Budapesthez, ami a szerkezetét illeti, mert itt is a várost két részre választja a folyó, a Pó, és az egyik oldala az a lapos, mármint földrajzi értelemben, ahol egyébként a Vigalmi negyed, meg ahol a munka van, meg ahol a szórakozás, és a másik oldala a dimbes dombos, ahol pedig a jómódú torinói családok hatalmas világban élnek. Míg a város az ugye jó magyar kifejezéssel élve a földön van, tehát ugye sík területen, de egyébként körülöleli minden irányból az Alpoknak a hegylánca, és ez gyakorlatilag a város ilyen magasabban fekvő pontjairól így nagyon szépen látszik is, tehát így körbenézel és hófötte hegyeket lát mondjuk már októbertől, így ez nagyon szép. Egyébként pedig Piemontból egy dolog hiányzik, csak a tenger, az mondjuk eléggé, de egyébként mindenünk van, tehát vannak hatalmas hegyeink, vannak gyönyörű tavaink, vannak dombok olyan borvidékkel, hogy úristen, az mind a 10 ujjadat megnyalod utána, tehát egy állítólag, nem állítólag, ezt én biztosan állítom, hogy a piemonti borok majdnem a legfinomabbak a világon, a Barolo és a Barbaresco, tehát tényleg csúcs, szóval én mindenkinek csak ajánlani tudom. Hála Istennek, úgy veszem észre, ugye hozzám érkező megkeresésekből is, hogy ugye egyre többen merészkednek itt most. Nem akarom learatni a babérokat, de lefogom, hogy így a blogomnak köszönhetően is. Most tavaly volt egy ilyen szerencsés időszak, egy szerencsés csillagzat alatt voltunk egy pár hónapig, amikor volt közvetlen repülőjárat Budapestről, és akkor tényleg nagyon sokan jöttek. Aztán sajnos ez megszűnt, úgyhogy most már Milánóból a legegyszerűbb minket megközelíteni, de van, akiket ez nem tántorít el, és jönnek, úgyhogy
Autóval mennyire? Hát autóval Budapest 11 óra, tehát azért eléggé megterhelő. Egy hétvégére nem ugrasz ki. Van-e valami jellegzetes gasztronómiai termékük? Minden tartománynak van egy tipikus étele, piemonténak mi? Rengeteg van, tényleg, és szerintem természetesen most nem azért, mert elfogult vagyok, de Olaszország legjobb konyhája. Legalábbis nekem nagyon fekszik, mert hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon húsevő konyha, ami itt van. A piemonti marhahús az kiváló minőségű, és ebből készítenek nagyon-nagyon sok ételt, ami az én személyes kedvencem, és amit egyszerűen nem tudok megunni. Az a Vitello Tonnato nevű egyébként előétel, de hát én ezt így főfogásként is simán el tudom fogyasztani. Ez gyakorlatilag hajszál vékonyra vágott borjúhús, amit egy ilyen tonhalas szósszal öntenek nyakon, és ez lehet, hogy ilyen bizarrul hangzik, mint kombináció, de garantálhatom, hogy ez valami csúcs, és ebből bármit meg tudnék enni, akkor nyilván ennek a tartománynak is megvannak a jeletedes tésztaételei. Ami a formát illeti, a legjellemzőbb az a tájjarin, ami olyan, mint egy cérnametért lenne, gyakorlatilag csak egy ilyen 3-4 centi hosszú. Azt akár csak simán egy kis szarvasgombával megbolondítva kis vajja, isteni étkek. De tényleg, tehát rengeteg minden van. Ami az édességeket illeti, ott pedig bármi, ami magyaróból készül, vagy amit magyaróval ízesítenek, mert hogy itt vannak a közelben Olaszország legnagyobb magyaró ültetvényei is. Téged az internet népe Olasz Mamma néven ismer, ezen a néven írod a blogodat. Hogyan indult ez neked? Mikor kezdődött? Hát nagyon régen kezdődött, de akkor nem is Olasz Mammaként indult, hanem baba blogként. Tehát ugye terhes voltam, megszületett a kislányom, és akkor még csak az ismerősök meg a barátok család szórakoztatására kezdtem írni a gyerekről, meg a gyereknevelésről. Tehát tényleg csak azok olvasták, akik tudtak a létezésről, mert az ő sehol nem publikáltam, vagy nem nyilván akkor még nem volt Facebook oldal a dolognak, meg semmi hasonló. És pár éve éltem már Olaszországban, már a kislányom is egy ilyen pár éves volt, amikor tehát nyilván már olyan sokat nem tudsz írni a gyerekről, meg egy idő után már ez másoknak annyira nem is érdekes, meg nyilván akkora változások nem történnek az ő életében sem. Viszont mindig szerettem írni, és akkor elkezdtem írni online magazinnak, ami külföldön élő magyarokat fogott össze, de akkor ez még mindig nem elégítette ki az én írás iránti elkötelezettségemet, meg vágyaimat, és akkor egyszer csak kitaláltam, hogy hát miért ne lehetne arról írni, akkor ha már a gyerek már nem annyira érdekes, hogy úgy általában milyen Olaszországban élni, mert hogy amikor írtam ennek az online magazinnak, akkor az embereket úgy általában nagyon érdekelt a téma. És elkezdtem a blogot, hát szerintem egy olyan 7 évvel ezelőtt nagyjából, amit szintén az elején nyilván nem olvasott senki, és nem is tudom, hogy hol volt az a pont, szerintem már egy évet gyártottam rá. Most már úgy hívjuk, hogy tartalmakat, akkor még ezt így nem is tudtuk, hogy ezt így hívják, csak blogpost volt. Amikor aztán raktam hozzá Facebook oldalt, és a nagy szerencse meg az volt, hogy egy akkor nagyon menő internetes portálnak a blogos szekciója felfedezte. Index, igen, és akkor gyakran kikerült az Index főoldalára, és akkor onnantól kezdve nőtt meg a forgalom, meg onnantól kezdve lett igazából látványos a dolog. Mi volt a legnagyobb nehézség, ami nehéz volt ugye elfogadnod Olaszországban? Hát, ami nekem a legnehezebb volt, az amikor a saját lakásunkat vásároltuk Olaszországban, mert hogy így hozzá voltam szokva, hogy hát jó, hát dolgozunk mi ketten, van jövedelmünk, van nem tudom, némi félretett pénzünk, és akkor bemegyünk a bankba, és akkor majd erre kapni fogunk hitelt, nem? Tehát, hogy ez így az én fejemben. És ez a banki lakáshitel igény, és ez kérlek egy olyan kávária volt, aminek a végére én már tényleg úgy voltam vele, hogy hát akkor nem érdekel, most vagy hazamegyek, vagy én nem tudom, tehát most kézzed, hogy Olaszországban megvásárolni egy lakást, úgyhogy a férjem olasz, meg tehát, hogy így azért otthonosan mozgunk ebben a közegben. Ez a mi esetünkben, hát októberben néztük meg, akkor tettünk rá ajánlatot, és azt azonnyomban el is fogadta az eladó, és május 1-én sikerült beköltözni, úgyhogy előtte mondjuk 2 héttel írtuk alá a szerződést, tehát egy katasztrófa. Senki nem válaszol, senki nem bírálja el, még hiánypótlás, még kell ilyen papír, nem tudom, még legyen kezes, még a vesédet is jó lenne, hogyha odaadnád letétbe, szóval. Na, az borzasztó volt. De aztán végül is mi nyertünk,
Hát szokták emlegetni az olasz bürokrácia útvesztőit, akkor ti bele futottatok ebbe. Igen, igen. De mindezt is megoldottuk, kipipáltuk, jól van. Szerinted, ha valaki ma költözik ki Torinóba, ott van különbség a között, hogy te 13 évvel ezelőtt költöztél ki? Tehát, hogy van-e valami nagy változás, ami már nem olyan, mint amilyen akkor volt? Hát, szerintem ilyen óriási változás nincs. Ami az életminőséget illeti, az csak javult egyébként. Szerintem az utóbbi egy évtizedben, mármint hogy ez alatt azt értem, hogy a város is sokkal szebb lett, meg egyre több helyről vannak kitiltva az autók, tehát ami nekem jó. Tehát én ezt szeretem, hogy lehet levegőt kapni, meg hogy így adnak a zöld témára valamennyire. Ami szerintem könnyebb a mostanában kiköltözők esetén, hogy bár ez a 13 év egyébként nekem nem tűnik egy hosszú időnek, de marha sokat változott a világ, tehát akkor még nekem nem volt egyértelmű az, hogy nem tudom, olaszországi magyarok típusú csoportokba jelentkezzek be és kérjek tanácsot ottaniaktól. Tehát most szerintem sokkal egyszerűbben lehet információkhoz jutni, vagy sokkal egyszerűbben lehet kapcsolatba lépni olyan emberekkel, akik már itt élnek, és esetleg tudnak neked tanácsot adni. Amikor én idejöttem, akkor ez még nem így működött. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor fel akartam venni itteni magyarokkal a kapcsolatot, akkor nekem az volt az egyértelmű, hogy én írtam a torinói tiszteletbeli konzulátusnak, hogy adjanak már nekem ebben valami támaszt, tehát hogy mégis hogyan tudnám felvenni a kapcsolatot a helyiekkel. Most már ez nyilván egyáltalán nem így van. Így, hogy a férjed olasz, meg hát egyébként is már ott élsz jó ideje, nyilván vannak olasz barátaitok. Milyen egy olasz barát, milyen egy baráti kapcsolat ott Olaszországban? Mennyire jártok össze, mennyire, nem tudom, őszinte, aktív? Ilyesmire gondolom. Hát, összejárás szempontjából, meg szórakozás, együtt étterembejárás, aperitívozás szempontjából tökéletesek, mert nagyon tudják ezeket fenn is tartani, tehát adnak erre, hogy akkor tényleg, hú, mit tudom én, ha most ezen a hétvégén velük megyünk, akkor a következő hétvégén majd a másokkal kell, mert hogy mindenkivel meglegyen a kapcsolat, és semmi ne kallódjon el. Nyilván, amikor én ide kikerültem, akkor már nem voltam kislány, nekem már megvoltak a barátaim, és nyilván egy bizonyos kor felett sokkal nehezebb olyan igazi baráti kapcsolatokat kiépíteni. Most már úgy érzem, hogy nekem azért vannak itt barátaim, de még mindig több a magyar, tehát az itteni magyarok között az, akit mondjuk inkább barátomnak tekintek. És ez valószínűleg a közös nevező miatt van, hogy mégiscsak félszavakból megértjük egymást, meg azért csak egy helyről jövünk, meg azért csak, nem tudom, a nyelv, meg nem tudom, azért mégiscsak a gyökerek ilyen szempontból fontosak. Tehát nyilván vannak olasz barátaim is, de velük soha nem lesz szerintem annyira mély a kapcsolat. És összejártok így magyarok? Igen. Tehát egyébként meglepően sokan élünk ebben a tartományban. Hivatalos adatok szerint nagyjából 500-an, de szerintem még az is lehet, hogy annál többen. És van egy, mondjuk egy olyan 50 fő, akik így évente 4 fix alkalommal összejárnak, ami a március 15-e, egy tavasszal, meg egy ősszel tartott dillezés, illetve a Mikulás ünnepség, mert azt is minden évben tartunk, hogy a gyerekek tudják, hogy december 6-án Magyarországon a Mikulás jön. És akkor nyilván ezen a csapaton belül is azért még vannak olyanok, akikkel közelebbi a kapcsolat. Nyilván, hogyha egy idősek a gyerekeink, akkor az egy plusz adalék, úgyhogy van olyan magyar barátnőm, sőt, nem is egy, akinek ugyanannyi idős a lánya, mint az enyém, és a lányaink is már barátnők, és írogatnak egymásnak a WhatsAppon. Tehát, hogy ez szerintem szuper. Európa egyik legszebb országában éltek. Jártok-e külföldre nyaralni? Vagy elvagytok ott a kis országon belüli utazásokkal? Járunk külföldre, bár tudjuk, hogy nagyon kivételezett helyzetben vagyunk Olaszországban. Például nyaralásokat is úgy szoktuk egyébként programozni, hogy egyik évben Olaszországban, másik évben külföldön, tehát ezeket a hosszabb nyári vakációkat. Bár szerintem most már inkább külföld lesz a releváns, mert nem pusztán azért, mert hogy Olaszországban eléggé elpofátlanodtak, és már arra felemelték az árakat, hanem mert számomra már elviselhetetlen nyáron a klíma. Tehát, hogy Olaszországban egyszerűen annyira meleg van, hogy én inkább elmegyek valami hűvösebb északi országba, és akkor azon a, nem tudom, az alatt a két hét alatt, hogy tényleg kipihenem magam, mint hogy, mert volt erre példa, Dél-Olaszországban mondjuk délelőtt 11 és aztán délután 18 között ne menjek ki a légkondi szobából, mert egyszerűen nem lehet kint levegőt kapni. Szóval ez is sajnos most már szempont lett. Milyen gyakran jársz haza?
Hú, hát ez nagyon változó. A karácsony az fix, tehát a karácsony szilveszteri időszak azt mindig otthon töltjük, akkor nyáron, most például júniusban voltam egy hetet. De attól függ, hogy hogy alakul, mert nekem is milyen programjaim, milyen elkötelezettségeim vannak ugye Magyarországon. A lányomat minden évben hazaküldöm legalább egy hónapra nyáron, meg a szüleim is még viszonylag aktívak, úgyhogy anyukám például tegnap utazott el, tehát hogy abszolút ilyen aktíva a kapcsolat, és így töltünk időt együtt, vagy itt, vagy ott. Még az úgy érdekelne, nem kérdeztem meg csak érintőlegesen a férjed családját, hogy miért egy olasz anyós? Az én anyósom az nem egy tipikus olasz anyós. Egyáltalán nem az a típusú kapcsolata van a férjemmel, mint amit elképzelnek, hogy vagy nem tudom, kiskanállal adja a szájába a falatot, és hogy az én fiam nem adom senkinek. Ők tényleg ilyen hetente vagy két hetente találkozunk, az anyósom is, meg az apósom is még dolgoznak, tehát egyrészt mondjuk a munkahelyi elfoglaltságunk se teszik nagyon lehetővé az, hogy gyakrabban találkozzunk, meg nem olyan a természetük. De valószínűleg ez most tényleg csak annyi, hogy a férjem családja az a kivétel. Téletlenül sem telepszik ránk az anyósom, meg nem próbálja befolyásolni a férjemet semmilyen szempontból. Szóval tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy szerencsés vagyok vele. De nagyszülőként funkcionálna? Nagyszülőként funkcionált, nekem elég sokat segített, amikor kisebb volt a lányom, tehát ők egy ilyen saját családi vállalkozásban dolgoznak, úgyhogy a munkaidejét azt úgy alakítja, hogy gondolja. Tehát abban nagyon nagy segítségemre volt, hogy mit tudom, elvinni a gyereket óvodába, vagy elmenni érte, vagy ugyanez az iskolába, vagy külön órára, sportra, edzésre. Tehát ebben azért tudott segíteni. Hála Istennek, mert egyébként az olasz munkahelyek, meg az olasz oktatási intézmények nyitvatartása az valahogy egymással egyáltalán nem kompatibilis. Tehát, hogyha te egy dolgozó anya vagy, akkor vagy nem fogod tudni elvinni a gyereket iskolába, mert az egy dolog, hogy 8:30-kor kezdődik az oktatás, de mondjuk 8:15 előtt nem nyitják ki a kaput sem. Valakinek pedig be kell kísérnie, és 4 órakor meg véget ér, és akkor meg kihajítják az utcára, és valakinek szintén ott kell lennie, átadás, átvétel van a gyerekek esetén az általános iskolában még. Úgyhogy ha dolgozónő vagy, akkor ezt eléggé nehezen tudod megoldani, úgyhogy nagy szükség van a nagyszülőkre, vagy bármilyen segítségre. Milyen elemi különbség van még az ottani iskolarendszer és az itthoni között? Ugye úgy néz ki az olasz, hogy van 5 osztály úgynevezett elemi iskola, aztán jön 3 osztály, amit ha lefordítasz, akkor Scuola Media az azt jelenti, hogy középiskola, de ez nem középiskola, hanem a 6., 7., 8. osztály, és akkor utána jön 5 év gimnázium. Az általános iskola az egy abszolút ilyen Hawaii Dizsi napfény, olyan szempontból, hogy általában ilyen 20 fős osztályok vannak, 2 tanítónővel, akik végigkísérik őket 5 éven keresztül, és ilyen nagyon anyáskodóak, legalábbis ami a mi tapasztalatainkat illeti, nagyon anyáskodóak a gyerekekkel, nem leterhelő, nagyon családi a hangulat, és aztán bekerülnek ebbe az úgynevezett középiskolába, mondjuk a mi felső tagozatunk, ahol meg ilyen gyökeresen megváltoznak a dolgok, gyakorlatilag egy munkanapot húznak le lent, mert mondjuk 8-tól 4-ig benn vannak. Egyébként 8-tól 4-ig vannak benn az általános iskolában is, csak akkor még nem annyira megterhelő ez a dolog. Utána még ők kapnak házi feladatot, tehát egy gyerek hazaér mondjuk 5-re, akkor még simán lehet, hogy este 8-ig ott ül a házi feladatok felett. Szerintem teljesen nonsens a dolog. Van egy ebédszünetük, illetve délelőtt van még egy szünetük. Tehát az órák is sokkal hosszabbak, sokkal tovább kell koncentrálniuk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez nem jó. Ami furcsa például, hogy van testnevelés órájuk, de nincs tornacuccuk. Tehát, hogy így kiterelik őket a pályára, és akkor fussatok, vagy nem tudom, focizzatok, vagy röplabdázatok, vagy akármi, aztán meg tinédzser gyerekek, el tudod képzelni, így beülnek utána az osztályba. Szóval vannak ilyen nagyon furcsa dolgok. Ami másik érdekesség például, hogy Olaszországban ahhoz, hogy tanár legyél, gyakorlatilag bármilyen diploma elég, de nincs pedagógus képzés igazából Olaszországon, tehát hogyha neked mondjuk van egy gazdasági diplomád, akkor te egyébként taníthatsz matekot. Azért ez érződik, hogy sokszor hiányzik az oktatás mögül a módszertan. Úgyhogy ezt a magyar oktatás javára írnám, legalábbis annak a magyar oktatásnak a javára, amiben én még részt vettem, amikor én jártam iskolába. Szóval az iskolában nem vagyok feltétlenül megelégedve, de a menza az szuper.
Ez fontos része. Az étkezés nagyon adnak ott is. Ja, meg ami még érdekes egyébként, zárójelben jegyezném meg, hogy ugye Magyarországon jön az évvége, akkor te mindig azt kérdezed a gyerektől, na és akkor kitűnő lettél, meg tudod, a magyar anyukák így rakják föl, ettől egyébként így kiráz a hideg, a bizonyítványokat a Facebookra, meg Instagramra, meg akárhova. De Olaszországban meg nem érdekli őket annyira az osztályzat, itt az a, az a kérdés, amit feltesznek a gyerekednek, hogy átmentél. Ez a lényeg. Ja, jegyek 1-től 10-ig terjednek, de a 6-os az elégséges, tehát, hogy így 1-től 5-ig még azt ők így tudják osztályozni, hogy te mennyire voltál kuka. Ez is ilyen nagyon furcsa. Akkor lehet, hogy a szülők ennyire aktívan nem is vesznek részt így az iskolai dolgokban, mint itthon. Nem, de egyébként nem vesznek részt annyira aktívan, sőt, az iskola ez egy ilyen túlmisztifikált intézmény, mert egyébként olyan sincs, hogy te mondjuk iskola után, amikor átveszed a gyerekedet, mert mondjuk még általános iskolás és a tanítónéni oda kíséri neked, hogy te feltegyél esetleg egy-két kérdést a tanárnőnek, vagy hogy elbeszélgess vele, ilyen nincs, tehát hogy neked kérni kell egy meghallgatást, és akkor bemehet, és akkor meg, de hogy abszolút nincs ilyen spontán beszélgetés a szülő meg a tanár között. Szülői értekezletekre el szoktam menni, de gyakorlatilag ott is csak annyi történik, hogy megválasztjuk a, nem tudom, a szülői munkaközösség elnökét, meg még egy-két ilyen teljesen furcsa tisztségviselőt, például a menza biztos, mert azt mondom, hogy a menza nagyon fontos, tehát van egy szülő, aki azért felelős, hogy jó legyenek a gyerekek, és így ott sem, tehát hogy így ilyen érdemi párbeszéd ott sem zajlik az oktatók meg a szülők között, úgyhogy fura. Amikor a blogodról beszéltünk, említetted meg, hát az ember azért indít blogot, mert szeret írni, tehát tudom, hogy te szeretsz írni. Ezt a már 4 megjelent könyved is bizonyítja, mi a terved ezzel kapcsolatban, készül-e újabb könyv? Nyilván az írás az már nagyon kiskorom óta része az életemnek, amióta meg blogot írok, azóta meg főleg, és ugye egyik dolog vonza maga után a másikat, nyilván a bloggal az ember már nem elégszik meg, akkor jött a könyvírás, és hála Istennek ugye találtam magamnak egy kiadót, aki bizalmat szavazott nekem, és ugye megjelentette a 4 könyvemet, és szerintem ez az írás is olyan, hogy erről nem nagyon lehet leszokni, tehát hogy az embernek folyamatosan vannak újabb és újabb tervei, meg újabb és újabb ötletei, amit meg kell valósítani. Mondjuk én az a típus vagyok, aki egyébként babonából nem nagyon szokott beszélni a jövőbeni tervekről, de azt azért nyilván el tudom mondani, hogy van ötlet, már körvonalazódik a merev lemezen, hogy mi ez és hogy fog kinézni, de ennél nagyobb konkrétumokat mondjuk ezzel kapcsolatban nem mondanék, de nyilván az eddigi 4 könyvem is mind Olaszországgal kapcsolatos olasz témákat dolgoz fel, tehát azzal mondjuk nem árulok el óriási titkot, hogy továbbra is ezen a vonalon mozgok tovább. Mikor van neked erre időd? Hogy tudod beilleszteni még a könyvírás? Egyet a mennyi idő alatt készül el egy könyv? Hát ez nagyon változó. Nyilván akkor tudnám neked igazából megmondani, hogy mennyi idő alatt készül el egy könyv, hogyha úgy írnék, hogy ez a főállásom, és akkor tényleg az lenne, hogy leülnék minden nap a komputer elé, és akkor amíg el nem készül, akkor föl sem állok. Tehát ez nyilván nem így van, mert nekem ki kell szakítanom ezeket a szereteket a napomból, tehát hogy vagy az van, hogy felkelek nagyon korán, és akkor még mielőtt elmenik a munkahelyre, megírom az aznapi adagot. Hát vagy hétvégén vagy akár, de mindig, én mindig csak ilyen 1-2 órákat tudok magamnak erre szánni a napomból. Úgyhogy amit tudok, hogy a legelső könyvem, Hogyan lettem olaszmamma, azt 1 hónap alatt írtam meg. Azt azért tudom, mert hogy azt egy regényírok kihívás kapcsán írtam meg, ahol az volt a feladat, pont a nagy Covid lezárások alatt, hogy minden nap írjunk 10 000 karaktert, és akkor 1 hónap alatt abból 300 000 karakter lesz, ami nagyjából egy regénynek a terjedelme. De én ezt olvastam, és azt tudom, hogy ez önéletrajzi, ihletésű könyv, tehát ez rólad szól, a te kiköltözés történeted, a többi 3-nak mi a témája? A második az Hol vagytok olasz amorózók a címe, és abban Olaszországban élő magyar nők és az ő olasz párjuk által, meg az ő élettörténetük által ihletett kisebb történetek vannak, egymástól független 9 történet, különböző időszakokból, tehát olyanok, akik mondjuk a 60-as években jöttek ide, olyanok, akik nem tudom, a 80-as évek környékén, vagy akik már a rendszerváltás után, sőt, még van ebben egy nagyon-nagyon régi történet még a világháború környékéről. Szóval abban csupa igaz történet van, nyilván nevek meg helyszínek megváltoztatásával.
És az annak járna utána, hogy ezek az olasz szeretők, ezek tényleg olyanok-e, mint amilyennek elképzeljük őket, vagy pedig ez csak egy nagy legenda. Aztán a harmadik könyv az az Utikalauza az édes élethez, amiben 50 szerintem kihagyhatatlan olasz élményt javaslok kipróbálásra az olvasóknak, aminek akkora sikere volt, hogy már nem lehet sehol kapni. És emiatt született meg az igény a negyedik könyvre, ami az édes élet újra tölt, amiben újabb 50 élményt javaslok én. Tehát ezek mind olyanok, amik tehát nem feltétlenül találsz meg az úti könyvekben, vagy amiről nem feltétlenül hallasz, és amiket én próbáltam, és nekem nagyon tetszett. Tehát abszolút szubjektív a dolog, de szerintem ezeket az élményeket vétek lenne kihagyni Olaszországban. És mondanál a 100-ból egyet, amit úgy érzel, hogy nem szabad kihagyni? Ez nagyon nehéz kérdés, főleg azért, mert hogy mi folyamatosan utazunk azóta is, és mindig, ugye mindig az van, hogy a legfrissebb élmények azok, amik így legjobban megvannak benned, meg azok a legkedvesebbek, vagy hát azok közül a legkedvesebbek. Most nekem a tavalyi nyáron volt egy ilyen csúcsélményem egy Ponca nevű olasz szigeten, ami fantasztikus. Láció tartomány partjainál fekszik, és szerintem Canterbury, Caprit, meg az összes olyan nagyon felkapott olasz szigetet, ami a természeti adottságait illeti, óriási sziklák, nehezen megközelíthető tengerpartok, csupa olasz szó, még nem nagyon fedezték fel a külföldi turisták, és ez nekem akkora élmény volt tavaly, hogy hát ennek muszáj volt például egy fejezetet szentelnem a negyedik könyvben. Van-e honvágyad néha napján? Hát már nincs az az igazság. Itt a családom, amit magamnak kreáltam, itt a munkám, a barátaim, tehát igazából nekem otthonról most már csak a szüleim azok, akik hiányoznak csak, hát ez nyilván ez nagyon időzelsz, hogy csak, mert ez nagyon fontos, de valójában a magyar barátaimnak is a túlnyomó többsége már külföldön él. Tehát amikor én hazamegyek Magyarországra, akkor ideális esetben mondjuk egy ember az, akire számíthatok, hogy ő biztos, hogy ott lesz, mert hogy ő még ott él és ott dolgozik, mármint így a szűkebb baráti körből. Azért is fontos ez a karácsonyi hazalátogatás, mert hogy ugye akkor a barátok is jönnek haza, és akkor a család, barátok, sok mindenkivel lehet találkozni, mert már annyira szétszélettünk a világban, hogy egyébként ez máskor igen nehezen kivitelezhető. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.